Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, Limbo. Na igen. Egy érdekes karakter, ezt komolyan mondom. Először is kezdjük azzal, hogy a küldetése. A küldetése ad a Limbo Theorem. Készüljetek fel, ez Archwing küldetés lesz, úgyhogy szerezzétek be az Archwinget addigra, és azt kell mondjam, hogy fullozzátok ki az Archwinget addigra. Mert hanem meglepetésetek lesz, mert az Archwing missionök nem éppen, vagy mission nem éppen a leggyengébb szinten folyik. Szóval könnyen halhatsz, vagy kemények az ellenfelek, úgyhogy fullozd ki az Archwingedet, vagy legalább a fegyveredet, valamit csinálj, hogy könnyedébben haladhass ezzel az Archwing missionnel. Na most, ez az Archwing mission egy domination, vagyis hát interception, ahogy itt Warframe-ben használjuk, ahol gyűjtened kell ilyen NAV koordinátákat gyakorlatilag, szóval légy résen és figyeld a NAV koordinátákat, hogyha esnek, mert akkor gyakorlatilag egy Archwing küldetés alatt meg tudod csinálni, össze tudod szedni az összes NAV koordinátát, és le tudod gyártani a kulcsokat ehhez a Limbo Theoremhez gyakorlatilag. És akkor a következő küldetés egy excavation-ök lesznek, hogy megkaphasd a különböző blueprinteket. Na most az a probléma az, hogy ez sem a legegyszerűbb excavation küldetések lesznek, szóval arra számít, hogy ilyen 30-40-es szintűek jönnek, és legalább bent kell maradjál egy 1000 cryotikig, tehát egy minimum egy 1000 cryotikot ki kell farmolj ahhoz, hogy megkapd az egyik alkatrészt, sőt lehet, hogy néha el kell menj kétszer is ahhoz, hogy megkapjál egy alkatrészt. Szóval készülj fel arra, hogy nem olyan egyszerű, meg lehet csinálni egyedül is, de kell, ha egyedül mész, kell a frost. Kell a frost azért, hogy megvéd a excavation, a fúrokat megvéd, szóval a gömböt tegye a köré, és megvéd őket, mert jönni fognak, és nem lesz egyszerű, és mondom, egy 1000 cryotikig kell bemaradni, és 1000 cryotik, tehát ilyen 800 cryotik fölött már azért keményebb ellenfelek jönnek, és többen is jönnek, és könnyen eshetsz. Mi ketten csináltuk meg Rex haverommal, és nem mondom, hogy ketten már könnyebb volt, sokkal, két frost mentünk, zúztunk, nem, el volt intézve, mindenhova tudtunk tenni gömböket, meg tudtuk védeni magunkat egymást, és akkor is sikerült kifarmolni. Na most, amit kapunk cserébe, hát nem is tudom, hogy írjam le. Úgy írom le, hogy nagyon, hogy meg kell tanulni, eltérő mindegyik másik Warframe-től. A többi Warframe-nek egyszerűek a képességei, egyszerű használni, nem kell sokat gondolkodni rajta, hogy mit, hogyan csináljál, és most már játszogattam a Limbo-val egy párat, szóval, és sem tudtam eldönteni, mi a fasz csináljak vele, hogy őszinte legyek, mert neki a képességei ilyen dimenzióváltás képességek, és idő kellett, hogy kitapasztaljam, mi a pöcsönre jó ez a Limbo, hogyan tudnék vele játszani, és nem régiben, tehát őszintén mondom, azért is nem csináltam eddig bemutatott róla, mert nem régiben jöttem rá, hogy hol van ennek a csávónak a trükkje. És nem régiben jöttem rá, hogy nagyjából ugyanolyan jó szólóra is, és defense-re is, de defense-re még jobb. Talált. Én leginkább defense-re használom, mert ő az, aki most képes helyettesíteni a greedy pullos meget. Mert az ultimate képessége ugye képes energiát biztosítani, és teljes körű védelmet adni a csapatnak és a védeni való tárgynak. Ugye mi az ultimate képessége? Egy olyanféle gömböt csinál, vagy valami ilyesmit, ami nem lehet átlőni, mert átküldi a csapattársakat és önmagát, átküldi egy másik dimenzióba, és sebezhetetlenek. Láthatóak, de sebezhetetlenek, és mindez még energiát is biztosít. A probléma vele, ugye, hogy nem lehet kilőni belőle, viszont egy karakter bizony ki tud lőni belőle, és az a mesa. Úgyhogy a Limbo mesa kombó egy defense-en nagyon-nagyon hatékony tud lenni. Képes megtartani a mesának az energia használatát, tehát hogyha a mesa maximum effektivitáson van. Szóval nagyjából amennyit mesa veszít, a Limbo nagyjából képes annyit visszatölteni. Időnként ki kell menjen a mesa a kör végén összegyűjteni egy-két energiát, de csak igazából úgy a biztonság kedvéért, hogy biztosan ne legyen. De a Limbo képes szolgáltatni azt az energiát. Szóval a Limbo egy csapásra küldi nyugdíjba a Frostot és a Trinityt. Mert lesz energia, lesz védelem.
és gyakorlatilag, ha van védelem, többnyire van élet is. Úgyhogy jó, Blessinget, a Trinity Blessinget azért nehéz nyugdíjba küldeni, de azért mégis nagyon hatékony védelmi karakter. Azt kell, hogy mondjam, hogy térjünk rá a képességekre, és akkor megpróbálom egy kicsit megmagyarázni ezeket a képességeket, és hogy hogyan érdemes kombinálni, de megkérném szépen a Limbo Pro-kat, hogy legyenek ebben segítségemre, mert nem vagyok még benne biztos, hogy ez az igazi, hogy így kellene csinálni, de nagyon szívesen várnám a kommenteket egy olyan valakitől, aki érti úgy Isten igazából a Limbót. Az első képessége a Ben is, a damage-et is csinál, és átküldi az ellenfelet egy másik dimenzióba, és még az is csinál egy 300-as damage-es. 25 másodpercig tart, 35 méterem. Érdekes egy képesség, nem rossz. Ha gáz van, akkor piu 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 piu, átküldted őket a másik dimenzióba, és nem tudnak téged megsebezni 25 másodpercig, bárhol el tudsz menni. A problémám ezzel a képességgel az, hogyha önmagában nyersen nézzük, az, hogy lassú. Lassú, sok időbe telik, mire mindegyik ellenfeled egyenként átfogod és átkapcsolod. Na most, hogy mindez egyszerűbbé váljon, van neki egy olyan második képesség. Ja, amúgy társat is át tudsz küldeni a másik dimenzióba, pont azért, hogy megvédd őket például. És hogyha átküldöd a társadat a másik dimenzióba, energiát kap, két energiát másodpercenként, ami szerintem egész jó. És az a baj, például én próbáltam a mesát átküldeni a másik dimenzióba, miközben ultizik, de nem lehet. Pedig az mekkora OP dolog lenne, hogy őszinte legyek. Nagyon-nagyon durva lenne az ultimate védelem. Gondoljátok végig, egy mesa ultimate közben egy másik dimenzióban lelőne mindenkit. Sebezhetetlen lenne, és nem kéne törődj azzal, hogy a mesát felszed bármikor, és nagyon beteg lenne, de nem lehet sajnos. A második képessége a Rift Walk. Átmész a második dimenzióba. Ez 30 másodperc ultimate kényelem és védelem önmagadért című történet. Szóval, mit szoktam csinálni? És itt jön a Limbónak a trükkössége, amit később, tehát későre sikerült felfedeznem valamiért. Az van, hogy ha ezt elkapcsolod, hogy átteszi egy másik dimenzióba, nem tudnak téged sebezni, viszont te sem tudsz sebezni, és semmilyen lootot nem tudsz felszedni, semmi. Csak egy ilyen passzív védelem, gyakorlatilag így tudnám mondani. Na most, a dolog érdekessége az, hogyha ebben a második képességben vagy, akkor használni tudod az első képességedet az ellenfélen. Szóval, aki például jön egy nagy tömeg feléd, és köztük van egy heavy gunner, átvész a másik képessége, aztán lőhetnek, mint a pöcs, és azt mondod, hogy na, te heavy gunner, te vagy a legveszélyesebb közülük, pif, áthozod a heavy gunnert a te dimenziódba, és lelövöd azt az egyet. Majd utána, hogyha van még energiád, vagy időd, bla, akkor áthozod a következőt, a következőt, a következőt, és így egyesével ki tudsz szedni. Természetesen ez egy lassú folyamat, egy hosszú survival-on. Ezért érdemes a Limbónál kicsit gondolkodni, kiszelektálni az erősebb ellenfeleket, és őket áthozni abba a dimenzióba, ahol te vagy, kilőni őket, és akkor folytatni tovább a csatát normálba. Na most, a következő lényeg ennek a Rift Walk-nak, hogy bármikor megszüntetheted. Tehát 30 másodpercig tart, de ha úgy tartja kedved, akkor félbehagyhatod és megszüntetheted. És itt a limbo ereje. Veszélyben vagy, pif, átmész a másik dimenzióba, egy kicsit feltöltősz, rendezed a soraidat, beállsz a megfelelő helyre, pif, kikapcsolod, lelősz mindenkit a picsába egy erős fegyverre, pif, visszakapcsolod, és már is tudsz tovább menni a magad útján, nem fogyaszt sok energiát, és lehetsz bemelni. És közben látod, társad veszélyben van, első képességgel, pif, át van küldve a másik dimenzióba, jó, nem fog tudni sebezni, de legalább el tud menekülni, el tud bújni, fel tudja tölteni az életét egy életfeltöltővel, mert az működik. És itt van a trükk valahol a limbónál, azt kell mondjam. Na most.
A harmadik képessége az, amit annyira nem érzékelek annyira jónak, habár nem egy rossz, és például nyugdíjba tudja küldeni a Defense-en ugyanúgy a Mirage-nak a Total Eclipse-ét. Mert egy damage boostot ad, és 200%-os gyakorlatilag damage boostot ad, tehát így rátolod az ellenfélre, az ennyi a baj, hogy rátolod az ellenfélre, és akkor kapsz egy 200%-os damage boostot rájuk. Ez az a képesség, amit így nem használok. Tehát így annyira még nem jöttem rá arra az igazi lényegére, hogy hogy legyen, és hogy mit legyen. Inkább ugye a számomra a második képesség elsővel való kombinálása, illetve az ultimate képességgel való kombinálása a játék limbolát. Tehát ez az, amit egy kicsit így lassnak érzékelek, és fölöslegesnek a harmadik képességénél. De mint mondom, nagyon szívesen várom azokat a tippeket, hogy ki hogy használja a limbót, és ki hogy módolja a limbót, és majd megláthatjátok az én módolásomat is a videó végén. A negyedik képessége a Cataclysm, ez az a képesség, ami ultimate OP-ságot ad egy defense mission-ön. Damage-et is csinál, egy 500-at elkapcsoláson, és egy 300-at, miközben az ellenfelekben vannak, szóval folyamatos damage-et biztosít, egy 30 másodperces duration-nel. Egy 16 méteres rádiussal, és egy 5 méteres bezáró rádiusszal, mert ez olyan, hogy ha így ellövöd, elkapcsolja, akkor lesz egy nagy rádiusz, és folyamatosan megy így össze, és a végén egy 5 méteres rádiusz lesz, meg ne téveszem, a 16 méter hatalmas, és hogyha range-et raksz be elme képességnek, akkor ott lesz az egyetlen baj, hogy az ellenfeleknek lesz idejük besétálni, még akkor is, hogyha egy mesa van körülötted, lesz idejük besétálni ebbe a riftbe, és akkor már képesek sebzést okozni neked, amíg meg nem halnak. Szóval itt a probléma. Szóval nem szabad range-et rakni a limbóba, sőt, le is kell venni abból a range-ből. Nem sokat, 90%, 80%, és nagyon fel kell húzni időre. Én így vettem észre. Szóval nekem majd egy perces az ultimate képesség, majd egy perc a második képesség, és a trükköm ott van, hogy úgy kombinálom őket, hogy kibe kapcsolom akkor, amikor szüksége van rá. És úgy érzem, tehát inkább azt mondom, hogy úgy érzem, hogy valahol a limbónak itt van az igazi ereje, abban, hogy kibe tudja kapcsolni a képességét akkor, amikor magának tetszik. És hogyha netán egy szólóra építed, akkor a natural talent emiatt kötelező mód lesz benne, mert gyorsan kell, hogy kapcsoljál. És ez például az ultimate képességét szerintem elég lassan kapcsolja el. Úgyhogy érdemes használni a limbót, érdemes használni egy defense-re például a limbót, és hát itt a modolás, gondoljátok copy, ezt találtam egy egészen hatékonynak, és hát ja, és attól függően most tesztelgetem úgy is igazából, hogy ezzel a kibekapcsolósra, hogy mennyire képes ő szólóban megállni a helyét keményebb helyzetekben is, mert mondom, a második képessége azért igen OP tud lenni ebből a szempontból. Köszönöm a figyelmet, és most jöjjön a modolás. Nos, limbo modolását tekintve fogtok látni háromfajta buildet, ebből az egyik olyan, hogy biztosan kell bele forma. Az első build az mondhatni egy kicsit ilyen szólósabbnak, ahol nincs szükség olyan hosszú időre, viszont egy kicsit ráhúztunk az erejére, mivel hogy ugye az ultimate képesség az öl, az első képesség is öl gyakorlatilag, és egy ilyen alacsonytól középszintekig nyugodtan lehet vele játszadozni, de ha beüt a krak és több ideig kell maradni, akkor is túl lehet élni vele, de akkor viszont nagyon-nagyon kell vigyázni. Nem azt mondom, hogy könnyű vele elesni, de ha nagyon vigyázom, nagyon odafigyelsz egy kicsit jobban, mint a frameknél, akkor nagyon jól túl lehet élni vele. Ezért is Limbo Prók, hogyha van valami igazán jó build vagy ötletetek hozzá, akkor nyugodtan le lehet írni. Én ezt találtam, ezeket találtam
effektívnek. Szóval Auromornak Energy Siphon, és úgy vagyok vele, hogy lehetne Corrosive Projection is, de csak akkor, hogyha a másik három játékos, aki velem van, az hoz amúgy meg. Mindenképp Energy Siphon, hogy gyorsabban tudjak tölteni energiát magamnak, társaknak. Első buildben ugye Transistent Fortitude, Intensify, Redirection, Vigor. Kérdezzétek, hogy miért Redirection az élet helyett, azért, mert az életet nem tudom tölteni, de a shield az mindig automatikusan visszatöltődik, és nem kell élet után bombázzak. Vigor, hogy még jobban emeljek mindezeken, ugye ne felejtjétek, ez egy solo build, Continuity Flow, Streamline és Stretch. És ez egy kicsit ultimate-re és első képességre kiépített build. Akkor itt van a másik, egy defense változat, de mondjuk akkor, hogyha van egy nagyon jó csapatod, aki jól tud rád vigyázni, mert csak 300 életed van, és ugye 225 shielded, és az igen kevés, azt kell mondjam, főleg, hogyha egy komolyabb defense-re mész. Gondolkodhatok rajta, a range és a távolság az útjára miért csak 52%, azért mert annyira hatalmas nagy, hogy egy defense-en simán bejönnek alá, és akkor komoly sebzést tudok okozni, mint a testedben is benned, és amikor egy bomber sétálba vagy egy heavy gunner a T4 a 20. wave környékén, akkor annak nem vagy boldog. Tapasztalatban mondom, tehát jártam így, és nagyon jó volt a limbo addig a percig, amíg rá nem jöttünk, hogy még a 100%-os range is túl sok. Ezért kipróbáltam ezt az 52%-osat, és elég jónak látszik, megfelelő térrel rendelkezik, hogy mozogjál benne. Maximum gyakrabban kapcsolgatod el, vagy csak egy 100%-os range-et az, de még az is nagy. De komolyan, egy olyan 50-70%-os range-et el tudsz érni, az a tökéletes. Úgy gondolom Rimbónak, viszont ugye az erő egy kicsit kevesebb, nincs is rá annyira szükség, mert hogyha bejönnek a magába a riftbe az útjön képesek, akkor ki lehet őket lőni, hiszen négyen vagytok. Az idő viszont egy perces, minél hosszabb ideig tart, annál több energia, és annál hosszabb ideig tudunk védeni. Az utolsó build, ahol ugyanannyi az idő, több egy kicsit az erő, és ha egy formát még beleraksz, akkor tudsz belerakni egy Vitality Redirection-t, amit jól esik, Vigort, és ezáltal tudsz emelni a életén, csak én még nem raktam bele formát. Azt hiszem ez lenne az tökéletes build egy defense-re, ahol rá tudsz rakni egy kicsit még az életére, úgyhogy a Limbo az formás karakter mindenképpen, de ajánlom kipróbálásra mindegyik buildet. Mindegyikkel jól játsz, bármelyik szituációban igazából kis eltérések vannak köztük, de mindegyik megfelelő, de azt hiszem összesítve a Limbohoz kell egy csapat, lehet vele egyedül lenni, csak trükkösnek kell lenni és pörögni kell, odafigyelni, és akkor minden rendben van. Nos, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!